Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk, kedves feleségemmel, Szilvikével együtt. Az egyik szokiféle dobogós ételt mutatom meg nektek, és tudjátok, van bőven dobogós étel, na de egy körmös oldalast hova tegyek? Hát a dobogó valamelyik szintjére, ezt most nem határozom meg, hogy melyik szint legyen, ez imádjuk, nagyon szeretjük, és úgy, mint a körmös oldalast, a körmös pacalt, a körmös csülköt, vagy akár a körmös talját is, olyat is szoktam készíteni, mind-mind nagyon szeretjük. Na, Szoki, ne pofázz annyit, mutatom az alapanyagokat, krumplit láthattok, vöröshagymát, fokhagymát, éppen egy nagyon pici, minimalista erőset majd, de természetesen ez fokozható, vagy éppen visszavehető. Paprikakrém, paradicsom, mind a kettő házi, meg tudjátok nézni a videókat, be fogom linkelni ezen videó alá, de ha esetleg nincs ez otthon, nem kell megijedni, hiszen több paradicsom vagy édes paprika felhasználásával ugyanazt a végeredményt tudjátok elérni, mondjuk egy duplázással, ha így mondhatnám. Hálás csemege szalonna, füstölt szalonna, fontos szerepe van az ételbe, ki se hagynám belőle, és természetesen úgy a szalonna, mint a bőrkéje, persze egy darabja bele fog kerülni az ételbe. Köröm, sertés oldalas, két főszereplő, fűszerek terén só, bors, piros paprika, őrölt kömény, és majd egy nagyon pici, egész fekete borsot is fogok törni a megfelelő időszakba. Körömről annyi, mi a legfontosabb a körömnél, nyilván a tisztítás. Na most ez egy 2-3 hete vásárolt köröm, tudjátok, én azt szoktam alkalmazni, jövök, megyek, mint a turista, ha látok szép alapanyagot, megveszem, megtisztítom, megy a mélyhűtőbe. Itt lényegében imitálva tudom megmutatni nektek, na de ezt már láthattátok nem egy videóba. Egyszerűen fogtok egy ilyen kis zsebsárkányt, beállítjátok a lángot, és ugye az olyan részeknél, ahol szőrt láthatok, egyszerűen széthúzzátok, mint a hajlatokat, és egyszerűen gyönyörű szépen kiperzselitek, megperzselitek. Amikor ezzel megvagytok, egyszerűen fogtok egy nagyon pici kést, megkaparjátok víz alatt, kezi csókolom, kész is a köröm, elő van készítve, tehát roppanmód és ilyen egyszerű. Hát a lényeg szőr, ne legyen rajta semmi olyan, ami nem oda való, szintiszta kis bőrt kapjatok, rózsaszín bőrt, picit meg kell sikálni, ennyi az egész. Én azt mondom nektek, kezdjük el nagyon gyorsan a receptet, maga az előkészítés nem egy nagy dolog, lesz egy hosszabb főzési szakasz, nyilvánvaló, na de ennek az ételnek kell a törődés, kell az idő. Kezdünk! Kezdhetünk a füstölt szalonnának a fölszeletelésével, pontosabban a fölkockázásával. Ezt is rengeteg videóban láthattátok, megmutattam. Hát mi a legeslegegyszerűbb dolog? Mutatom nektek, egyszerűen szeleteket fogok vágni, lehetőleg a bőrig el kell vágni, kisebb, nagyobb csíkokat, ahogy ti gondoljátok, de természetesen ki lesz sütve maximálisan a zsírja. Ebbe a szakaszba egyszerűen el kell vágni, jöhetnek a keresztvágások, utána az oldalára fogom fordítani, és egyszerűen jöhet a több száz pici kocek. Itt még nyomok egyet, ennyi az egész, az oldalára fordítom, beállítjuk, és nagyon fontos, hogyha tudjátok, van időtök, mindenképpen tegyétek hűtőbe előtte, hogy ne bicsakoljon meg a kezetekbe, és nézzétek meg, gyönyörű szépen rengeteg kis kockát már ki is tudtam vágni belőle, a leges, legvégső szakaszba, kezetekre nagyon vigyázzatok, el fogom fektetni, mutatom nektek, és egyszerűen a végét, innentől kezdve, itt csinálok egy egyenes szakaszt már, és gyönyörű szépen fordítva, még egyszer megfordítva elkezdem levágni, természetesen, ahogy említettem, föl fogom használni a szalonnának a bőrét is, ennyi az egész, és jöhet a kisütése, tökéletes. Ennyi volt az egész, nézzétek meg. Menet közben beleugrottak a szalonna darabok és a bőrke a lábosba. Ezt elkezdem most kisütni. 3-4 perc alatt az összességében meg is van. Miután kisült a zsírja, a szalonnát egyszerűen egy pici szűrővel le fogom halászni, ki fogom szedni, és jöhet az oldalasoknak az elősütése. Gyönyörűségesen kisült a szalonnának a zsírja, nézzétek meg. Egyszerűen egy nagyon picit letakarítom itt fölül az edén, leengedem a bőrét, hoztam egy pici segédeszközt, meg egy tálat, és elkezdem kilapátolni természetesen, mindkettő a kellő időbe majd megy vissza.
Jöhet az oldalasnak az elősütése, zsír átszűve, pontosan a szalonna kiszedve belőle. Egyszerűen megfogom az oldalasokat, és gyönyörű szépen elkezdem leengedni az edénybe, és miután ezt megtettem, gyönyörű szépen körbe fogom azokat sütni, és egy nagyon-nagyon pici borszórás fogok menet közben rátenni. Érdemes egy nagyon picit megmozgatni az elején, ne ragadjon le, teljesen tökéletes. Nézzétek meg, nagyon-nagyon hálás ez az oldalas. Ez kb. Egy olyan jó 2-3 perces folyamat, míg teljes mértékben körbe fogom sütni. Teszek egy nagyon pici borsot az egyik oldalára, és természetesen a másik oldalára is. Hadd szóljon! Jöhet a fordítás, csak azáltal megmutatva nektek, hogy én mire gondoltam. Tehát ennél jobban nem kell megsütni. Egy gyönyörű szép, nézzétek meg, aranyszínű kére került rá. Így fogok eljárni a másik oldallal is, és természetesen ott is fogunk fűszerezni egyet. Gyönyörű szépen megsütjük a másik oldalát is, és lényegében utána halászhatjuk kifele, és a megfelelő időszakba vissza fog kerülni az ételbe. Nézzétek meg, milyen csodálatos. Miközben sül az oldalasnak a másik oldala, természetesen jöhetünk a vöröshagymához, fokhagymához. Pillanatok alatt föl fogom vágni, és ugye lényegében el fogom indítani ezt a nagyon kellemes kis pörkölt alapot. Ennyi az egész. Itt egyébként működhet a goromba stílus, tehát ugye egy hosszantartó ételről beszélünk, bőségesen szét fog főni a hagyma. Fokhagyma művek, ripi-ropi művek, ripi-ropi technológia, ennyi az egész. Összevágom gorombára, és lényegében a fokhagymát két részletbe fogom majd beletenni az ételbe. Most körülbelül a fele hozzájön, és a másik fele az utolsó szakaszba. Oldalasok nagyon szépen körbesütve, vöröshagyma, fokhagyma művek, ugorhat bele az edénybe. Na, egy kis szökevény is itt van, visszalapátoljuk. Lényegében elkezdem lefonnyasztani, de viszont ehhez már ebben a pillanatban nem teszek sót, hiszen a szalonnának a zsírja is kellemesen sós volt. Lényegében 4-5 perc alatt teljesen össze fog esni, össze fog rogyni, szilveszteri szindróma, és látjátok ezt a nagyon pici nemes pörzsanyagot, ott kell hagyni, nem szabad kiszedni, az teljes mértékben biztosítsa nekünk a finom ízeket. Tökéletes, és mehetünk is ebben a pillanatban a paprikához, paradicsomhoz. Lényegében semmi nagy attrakció nincsen, ki kell csumázni egy-két mozdulattal, és a szokásos módon, mintha egy pörkölt ezt tennétek hozzá, egyszerűen föl kell aprítani. Engem se a lényegében a magok nem számítanak, nem zavarnak, aki gondolja, vagy az erét, a magját ki lehet szedni. Teljes mértékben én benn szoktam hagyni, ennyi az egész, és ezt is pici, apró kockákra elkezdem felszeletelni, és természetesen ezt meg fogom tenni a paradicsommal, annyi az egész, és ismertek, nem nagyon szeretem a pöndörkerészét, a héját, én az ilyen ételekbe, pörköltökbe főleg leszoktam azt húzni, de mindjárt mutatom nektek. Meg vagyok a paprikával azonnal, mutatom nektek a paradicsomot, és lényegében, mint az előbb elmondtam, az se fontos alkalmazni mindenkinek. Egyszerűen akit zavar, az nyugodtan leszedheti, akit nem, az pedig hagyja benne bátran. Na, tegnap főztünk be lecsót, ez egy jóféle kis lecsó paradicsom, ebben fog dolgozni. Egyébként a lecsó befőzést is meg tudjátok nézni, az is fönn van. Vágok ilyen pici cikkeket, és természetesen, ahogy szoktam volt mutatni, egyszerűen a héját egyetlen egy mozdulattal leszedem. Lényegében holnap húsleves lesz, megy a húslevesbe, vagy éppen paprikás mártásba, egy jó kis holtobágyi alapba, bármibe el lehet rakni. Na, a héj szerkezet lejött, és egyszerűen ilyen módozatba elkezdem felszeletelni a paradicsomot, ilyen kis apróra, ez is teljes mértékben szét fog főni. Mutatom nektek a hagymás alapot, és csak azon szempontból, kicsit elhúzom a fogalmat, nézzétek meg, teljes mértékben ez a kis nemes pörzsanyagunk följött, azért is kapott egy nagyon-nagyon szép kis zsemleszint, aranyszint, aranybarna szint a hagyma, ez is nagyon fontos, és tényleg azt a nemes pörzsanyagot ott kell hagyni mindenféleképpen. Na, nyomassunk egy kis pörkölt alapot, hozom a piros paprikát, és mutatom nektek, teáskanál szindróma, 1, 2, 3 pupos teáskanál, és most nagyon alacsonyra levettem a hőmérsékletet, nem kell félni, nem fog megégni. Piros paprika után beleteszem a paradicsomot,
beleteszem a paprikát, mindazonáltal már itt se ég meg, ugye itt segítünk egy nagyon kicsit ebben, nem tud oda kapni, nem lesz keserű, nagyon fontos ez is. Jöhet bele a paprikakrém, amit egyszerűen belelapátolok, jöhet bele a picúnyi sűrített paradicsomunk, tökéletes, és ebbe a pillanatba vissza fogom helyezni a szalonnát, úgy a kisült szalonnát, mint a bőrkerészét. Egyszerűen össze fogom forgatni, és éppen egy nagyon-nagyon pici sót teszek az elején hozzá, és mint szoktam volt mondani, mindenféleképpen az étel elkészítése közben legalább 4-5-ször kell kóstolni, higgyétek el, az a legjobb. Őrölt fekete bors, egyetlen egy ilyen pupos teáskanál, nyugodtan mehet bele, vagy végül is, aki nem szereti annyira, akkor kontrollálhatja, és a kömény, itt is egy ilyen kis pupossal teszek bele, teáskanállal. Ennyi az egész, össze fogom forgatni, itt már adok neki egy kis kakaót, föltekeltem a tűzhelyet, hozom a körmöket, és folyamatába elkezdem belepakolni. Na, jöjjön a körömművek, nézzétek meg, csodálatos, mosolyog az áru, miután belepakoltam, egyszerűen össze fogom forgatni, és jöhet a főzés, egy nagyon-nagyon pici vízzel indítunk majd. Körmök nagyon kellemesen átforgatva, ezen a nagyon finom pörkölt szafton, egyetlen egyre érdemes odafigyelni, hogy a feleségetek ne verje nagyon a ruhátokra, hiszen ha ez a pörkölt szaft ide rákerül, akkor igen nehézkes dolga van a kedves feleségeteknek, vagy épp az enyémnek. Na, nézd is, nagy barám, és teljesen igaza van. Hoztam egy pici vizet, ez azt jelenti, én úgy szoktam főzni a körmöt, hogy mindig csak annyi vizet teszek el, ami éppen-éppen ellepi, és mindenféleképpen takarékon fogom főzni. Tehát kb. Egy a 4-es fokozaton, sac per köbö, hogy éppen-éppen csak picit megrottyanjon, úgy, mintha szinte abálnám a körböt. Na, ennyi az egész. Jöhet rá a fedőművek, egy jó 2-2,5 óra múlva találkozunk, és ami még nagyon-nagyon fontos, folyamatosan a víz utánpótlására oda kell figyelni. Szoktam volt nektek mondani, hogy hálás az állás, hát ebben a helyzetben is ezt megteszem. Mutatom nektek az eddigieket, fantasztikus a kis körömpörkölt alap. Na de most bele is túrunk, egy kicsit bele is kavarok, és látjátok, nagyon-nagyon szépen, maximálisan szétfőtt benne minden, és kezd lekéreckedni a csontról, ez nagyon fontos, a bőrkés hús. Na most ebbe a helyzetbe, ahogy szoktam volt mondani, jöhet az építkezés, mint a jó kőműves, megvan az alapunk, jöhet az oldalas, amit egyszerűen elkezdek belehalmozni, és természetesen tovább fogjuk főzni egy jó óra hosszát, az oldalassal együtt, és teszem bele még a jóságos kis fokhagymát, aminek ugye meghagytuk egy részét, és a frissesség miatt maximálisan, tehát csak tanácsolom nektek is, hogy ezt tegyétek meg. Tökéletes benne az összes oldalas, és ezt a nagyon-nagyon pici szaftot én még rá is öntöm, nem fogja elrontani. Jöhet az egy darab erős paprika, ide becsúsztatjuk, és jöhet a friss fokhagyma művek, így fogom főzni, körülbelül még egy jó 1,25 órát, és még egy nagyon-nagyon pici vizet teszek rá. Ráteszem a fedőt, viszont a legvégén, itt már mindenki döntse el, mennyire szeretné sűrűre hagyni a szaftot. Tehát a legvége fele körülbelül egy a jó 20 perc, mielőtt elzárnám, le lehet venni a fedőt, és akkor meg lehet állapítani, hogy lényegében milyen sűrűre főzitek vissza a szaftot. Na, pucolom a burgonyát, ja, és még mielőtt lezárnám, akkor teszek egy 2-3 tekerés fekete borsot bele. Pucolom a krumplit. Eltelt ismét egy 70-75 perc, mutatom nektek a készültségi fokot. Én körülbelül egy olyan 6-8 percre megkóstoltam, szinte, sőt mondhatom, vajpuha minden, de bele is lapátolok, hogy lássátok, mutatok egy kis köröm darabot, nézzétek meg, omlik le a csontról, tehát lényegében maximálisan kész vagyunk, és természetesen az oldalas is vajpuha. Na most, aki nem szeretné, ne tegyen bele, én ebbe a helyzetbe még hozzá szoktam tekerni egy 8-10 tekerés friss borsot, fantasztikus ízek lesznek tőle, de természetesen kihagyható, ez nem muszáj.
Na most, aki úgy gondolja, és ennyi létartalommal szereti, nyilván itt ebbe a szakaszba le lehet zárni az ételt. Én körülbelül egy olyan negyed órát még főzöm fedő nélkül, míg a krumpli mellette, mint látjátok, föltettem, jéghideg vízbe, egy jó nagy kanál sóval elkezdtem főzni, körülbelül szinkronba lesz kész, ennyi az egész. Még egy nagyon fontos dolog, kérdezhetitek, és gondolom már felismerült bennetek, hol a vörösbor. Sarkalatos kérdés. Ha most nem mennék egy jó óra múlva sehova kocsival, biztos belelódítottam volna egy másfél-két deci Cabernet Sauvignon vagy egy Egri Bikavért, száraz vörösbort, de mivel el kell mennem, és tudom, hogy kifő, nem fő, örökös téma, ugye én már hallottam, hogy akár a savanyú cukrot is kimutatta a szonda valamilyen szinten, tehát én ebben az esetben, ilyen esetekben nem szoktam kockáztatni, nem szoktam beletenni. Ha úgy gondolja valaki, és tudja, hogy nem megy sehova, tudjátok, zéró tolerancia, azért vigyázni kell. Ki tudja alapon, tehát inkább én most nem tettem bele, de természetesen elfér benne, és nagyon-nagyon finom. Amikor bográcsolok, akkor is szoktam beletenni néha, tehát bőségesen elfér benne. Jó negyed óra, mutatom az akkori tartalmat is, amikor végleg elzárom, a krumpli meg lesz már főve, tálalunk, megmutatjuk ezt a csodás végeredményt. Szokásunkhoz híven úgy búcsúzunk, hogy megmutatjuk magát az ételt egy kicsit közelebbről. Arra kell mindenféleképpen számolni, egy jó 4 órás a főzési idő. Tehát ebbe az időtartalomban maximálisan vaj, puha a köröm, elkezd jóformán szétesni, és természetesen az utolsó jó 70 percbe belekerült az oldalas, és természetesen, ha gondoljátok, akár csülköt bele lehet főzni, mondjuk annak több a főzési ideje, vagy éppen talját szeleteltek bele, elősütitek, tehát többféle formáció van, vagy éppen a pacalos, na most ott meg ki kell találni, hogy ki meddig abálta a pacalt, milyen a készültségi fok, és annak mértékébe kell, abba az időszakba kell hozzátenni a maga a körömhöz. Na, ez csak egy ötlet volt, mert ugye az sem mindegy, félig főzitek meg a pacalt, fölvágjátok, vagy teljesen puhára abáljátok, és a végén akkor teszitek bele. Na, nem pofázok sokat, mutatom nektek itt a lábos tartalmát, ugye lényegében ez a legfontosabb. Amikor egy jó körömpörköt megfőztetek, ide teszitek a kezeteket, míg gőzölök, 30-40 másodperc, összecsukjátok, és váltok egy 20 másodpercet, amikor nyitjátok ki, ragad a kezetek, tökéletes, olyan, mint a kocsonyánál. Na, ez megint csak egy tipp, és pont ez az érzés fog várni benneteket. Itt ugyanezt történt egyébként, tehát ragad, tapad minden, na de hát ez a természetes, ez a jó kis körömpörkölt. Mutatom nektek a tartalmat, idehoztam egy kis kést, és bele is vágok az egyik körömbe, nézzétek meg, remélem, hát nem is kell semmit mondanom, oszlik, foszlik, és úgy szintén az oldalas is vaj, puha. Hát fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el majd nagyon jó egészséggel, főztünk egy kis krumplit mellé, kitálaltam két pici körmöt, egy kicsi oldalast, jóféle kovászos uborka, tudjátok, ez mondjuk most a céklás változat, semmi extra, mind a kettő fajta fönn van, pontosabban fönn van a krumplis változat, fönn van a kenyeres változat, itt összességében a céklával csak annyi, mind a kettőhöz hozzá lehet tenni, egyszerűen amikor rakjátok össze a kovászos uborkát, két-három darab pici céklát megmostok, megpucoljátok bele az üveg aljára, kezit csókolom, fokhagyma, kapor, stb. Mehet hozzá, 7-8 nap alatt ilyen gyönyörű színe lesz, én kimondottan szeretem, mint maga színeibe és ízeibe. Próbáljátok ki ezt a csodálatos ételt, nem fogtok benne csalódni, a legfontosabb dolog a körömnek a tisztítása. Hamarosan ismét találkozunk, szavaztok, jó egészséget!